Polgárőrségek régen is léteztek, már a 16-17. Században is. Alakultak civil társadalmi szervezetek, akik leginkább háború idején az otthon maradottakra, illetve az otthon maradt vagyonokra vigyáztak. Az évek folyamán ezek hol megszűntek, hol átalakultak, hol fegyverrel védtek, hol fegyver nélkül, de mindig a legfőbb, hogy a civil társadalomból alakult emberekről van szó. Nagyon fontos, hogy ezt az elmúlt években, évtizedekben is mindig önkéntesen tették, mindenféle fizetség nélkül. Tagdíjat is fizetünk természetesen, úgyhogy ezáltal nem, hogy fizetést kapnánk, hanem mi fizetünk azért, hogy elláthassuk ezeket a feladatokat. A legfőbb feladatunk a bűnmegelőzés. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kerületen belül láthatóvá váljunk, és talán elriasszuk a bűnelkövetőket. Nagyon megszaporodtak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények. Ezekre szeretnénk nagyon fókuszálni, és próbálunk ezekben előadásokat tartani, megelőző, preventív tevékenységet folytatni, együttműködve a kerületi kapitánysággal, a kerületi kábítószer egyeztető fórummal, ahol ugyanezekkel a problémákkal foglalkoznak. A polgári jogosultság tekintetében ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint egy civil állampolgár, semmivel sem több. Nem igazolhat, nincsenek semmiféle csomagátvizsgálási joga, motozási joga, nem használhat kényszerítő eszközt. Gyakorlatilag bűncselekmény esetén tetten ért személyt a helyszínen visszatarthat, mint bármelyik más állampolgár. Polgárőri szolgálatot csak az láthat el, aki részt vett egy tanfolyamon, és ebből sikeres vizsgát tett. Ez javarészt a polgárőr törvény ismeretéből, illetve a belső szabályozók, etikai kódex, működési szabályzat és ezek ismeretéből áll. Nagyon-nagyon fontos, hogy civilek összefogása, a helyi közrend közbiztonság megszilárdításán dolgozunk. A helyi rendőrkapitánysággal és a helyi rendvédelmi osztánnyal nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Kerületi kapitányság vezető asszony támogatja a munkánkat, elismeri a munkánkat és nagyon sokat segít, de ugyanezt tudom elmondani rendvédelmi osztályról is. Rengeteg közös szolgálatot szoktunk adni, kialakultak megfelelő rendőr-polgárőr párosok, be szoktunk csatlakozni a rendvédelmi osztály járőreihez, és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Jelenleg hány tagot számlálnak? Jelenleg 24 fővel látunk a polgárőrség területén szolgálatot. Ebből igazán a szolgáltat adó állomány olyan 18 fő. Munka után szabadidőből végezzük a tevékenységünket, mivel nagyon jó a kapcsolat a kerületi rendőrkapitánysággal, ők eligazítással elmondják, hogy mi az, amire érdemes fókuszálni, de gyakorlatilag egész Pest-Erzsébet területén járőrszolgálatot látunk el, és ha látunk valahol valamit, ott megállunk, kiszállunk, megnézzük. A kábítószeren kívül nagyon jellemző Pest-Erzsébeten az illegális szemétlerakás. Ezek felfedezésében tudunk segíteni rendvédelmi osztálynak, illetve a rendőrségnek, hogyha olyan ügyről van már szó. Balesetek helyszínén szoktunk még jelzőri tevékenységet ellátni, irányítjuk a forgalmat addig, míg a hivatalos szervek ki nem érkeznek, illetve igénylik akkor utána is. Mi havi rendszerességgel tartunk állománygyűlést, ahol elmondjuk, hogy mik az aktuális hírek, feladatok. Havonta átbeszéljük, hogy ki mikor tudna szolgálatot adni, mivel ezt mindenki szabadidejéből teszi, megpróbáljuk ezeket a beosztásokat elkészíteni, és így szervezni az életünket. Ma már egyre kevesebb tettenérés történik. Régebben valóban ez emelte a polgárőrök adrenalin szintjét, hogy egy-egy üldözés, egy-egy betörő elfogása az sikeres volt. De lakástüzet tudtunk jelenteni elsőként tűzoltóságnak, és emberéletet mentettünk ezáltal, illetve hideg időben például hajléktalanok és az ő elszállításuk, gondoskodásuk, ezek ilyen pozitív sikerélmények. Országos Polgárőr Szövetségnek van egy etikai kódexe, ez alapján élünk mi is. Bárkiért csatlakozhat hozzánk, aki 18. életévét betöltette, büntetlen előéletű, cselekvőképes, magyar állampolgár, egy nyilatkozatban vállalja azt, hogy ő polgárőr lesz, hogy vállalom a polgárőr szolgálatot ellenszolgáltatás nélkül, szabadidőmben, elfogadom a belső etikai szabályokat, normákat, és ezek szerint élek.
befizeti a tagdíjat és elvégzi a megfelelő tanfolyamot, sikeresen levizsgázik, már is polgárőr lehet valaki.